Üdvözlem a szerdázat műsor nézőit és a stúdióban üdvözlöm állandó vendünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Szervusztok! Attila, a DAC mérkőzéseitől picit pihentünk, de nem is annyira, mert a nemzetközi mérkőzéseken, a Magyarország nemzetközi mérkőzésein ott van két srác, és nem is jársznak rosszul. Te kezdjük a első mérkőzéssel, a pótselejtezővel. Mit láttál? Hát én először is azt láttam, hogy ez a Rossi nagyon fölkészítette ezeket a srácokat, és pontosan tudja, hogy kivel játszunk, nagyon rákészül ellenfélre, föltérképez minden, azt lehet mondani, minden momentumot a ellenfélnek a játékából, és nagyon rákészül, úgyhogy hogy azokat a játékosokat szerepelteti ellenük, a ellenfél ellen, akik pontosan megfelelnek a játékstílusnak. Szóval most legutóbb is, és a bolgárok ellen is, én azt gondolom, hogy olyan csapat lépett pályára, aki nagyon föl volt, oda volt téve, szóval... Értlek. Én tegnap néztem a sajtótájékoztatót, és a Rossi említette egy dolgot, hogy a kritika az újságíróktól. Én pontosan sejtem, hogy miről volt szó. Például olvasom minden héten a Sportpost heti lapot, és ott talán már pár hónappal ezelőtt mondtam is a Covid időszak alatt és Covid utáni időszakban elég nagy kritika ment a Rosszira, és tényleg olyan számomra nevetséges dolgok miatt, hogy miért nem nyilatkozott, miért nem volt sajtótájékoztató, miért nem mondta el, hogy mi van vele, miért ír a Facebookon így, és a másik dolog, hogy miért nincs, amikor először odaírta ezt a népsort, hogy kivel számít, és nem volt ott a Zsuzsák, akkor nagyon támadták, úgyhogy én számomra elég nagy feszültséget okozott a magyar foci berkekbe ez a dolog, és erről beszélt a Rossi. Mi amikor, és ennek nagyon örülök, hogy mi amikor valamit vesézünk, akkor próbálunk tárgyilagosak lenni, és konkrétumokról azt, amit tényleg reálisan látunk a mérkőzés közben, arról beszélünk, és azt nevezzem úgy, kritizáljuk, de itt abból ennyi se volt, szóval olyan hipotetikus dolgokról beszéltek, és focival nem összefüggő dolgokról, úgyhogy nehéz a Rossi dolga, de jól végzi a dolgát szerintem. Én azt hiszem, hogy a magyar sportújságírókat és a szakkommentátorokat én kicsit mindig meg szoktam mosolyogni. 70-es években még nem olvastam, akkor még nem nagyon érdekelt, nem is tudtam felfogni valójában, hogy mi is az a kritika, és mi az az, amit egy sportújságírás mekkora károkat tud okozni egy csapatnak. De viszont már 80-es években igen, szóval volt a tészta úgy, ugye, meg a stb. Szóval én azt gondolom, hogy a magyar sportújságírásnak kicsit vissza kellene venni, és mindenek felett az mutatja, hogy a szövetségi kapitány, az elmúlt két szövetségi kapitány ugye külföldi, szóval nem tud megfogadni egy hazai szövetségi kapitány, és ez mindenféleképpen a szakértelemnek a mi voltja, a hova tartozás, szóval én azt gondolom, hogy inkább támogatni kellene ezt a csapatot, ami most van, főleg Rosszit. Én féltettem, megmondom őszintén, amikor oda került, és én azt gondoltam, hogy Rossi nem akkora, vagy olyan szintű edző, aki ezt a magyar közeget meg tudja változtatni. Nagyon jó előjelek voltak, mikor a Honvéddal bajnokságot nyert, és olyan Honvéddal, hogy nevel sincs csapat volt. És most pedig számomra nagyon megmutatta a foga fehérjét, nem csak az elmúlt két meccsen, hanem el, és én is látom a nyilatkozatát, szerénynek kell maradnunk, szóval ilyen szavakot használ, ami komolyan mondom, hogy komolyabb edzők,
kett is megszégyeníten olyan nyilatkozatokat tesz Rossi, szóval nagyon emberi, én azt gondolom, és ezt érzik szerintem a játékosok is, mert amilyen hozzáállásod például tegnap a szerbek ellen, ugye a világsztár szerbek ellen, egyszerűen nem is, hogy fanatizálja, hanem elhiteti azokkal a játékosokkal, hogy lehet egy jó eredményt elérni. És nyerni lehet. És nyerni is ez lehet. A győztes filozófia a kabinban benne van, az meg tud változtatni sok mindent, és bizonyos hiányosságokat is pótolhatni lehet ezzel a győztes filozófiával. Abszolút aláírom. Itt visszatérve arra például, itt mindenféleképpen a edző személye rettentően fontos, és hogyha ide hozzuk a Storkot, mikor ide jött Szerdájra, ugye láttuk, hogy milyen játékosokból varázsolt, úgymond egyszerűen talán varázspálcája volt az edzőnek, és akkor olyan játékosoknak a képességeit, vagyis hogy a teljesítményét növelte százalékokban, ami például Ramírez, szóval Rossi ugyan itt van, és olyan játékosokat rak oda. Nincs kellő anyag. Én azt mondom, hogy vannak játékosok, akik kikerülnek a magyar közegből, és vannak olyan játékosok, akik talán ütnék is a szintet, viszont én szerintem arra kellene építeni Rossinak, hogy ez a csapatszellem, és ő arra is épít szerintem, a csapatszellem, a akarás, a munka, szóval erre építés, és láttuk, elvitte Zsoltit, tegnap kezdett a Zsolti, én szerintem fantasztikusat futballozott. Stork beszélt arról, a nagyon fontos dologról, ami per pillanat még annyira nem jellemző szerintem a mi csapatunkra, de a Rossiére már igen. A kvalitás, ahogy mondod, nem valami nagy. Van ott is egy jó játékos, a Szoboszlai, aki kimagasló, mondjuk a Kalmár is, keret kicsi. De egyensúly nagyon jó. Nálunk azt még el kell érni. Igen. Ezt visszatérve csak arra, hogy itt már fejtegettük, ugye, és többen is írták azt, kommentot olvastam párat, hogy a Zsoltit kinyomjuk oda bal felére, ugye? Uh-huh. És akkor hagyjuk a kis Schifferre és a Balicsra azokat a dolgokat, amiket a Zsolti talán Balicstól jobban tud. Jobban tud kapura lőni, nem tudom, ki tanította meg a Zsoltit, mert én látom a Zsoltit. Nem ilyen jól kapura lőni, valami történt. Biztos, hogy valami, nagyon sok gyakorlás, nagyon sok elemzés, és Zsolti fantasztikusan rúg kapura, szóval a Balis messzéről se rúg ilyen jól kapura. Szóval ez az, hogy a Zsoltit itt elpozoljuk Dunaszerdáján azzal, hogy kinyomjuk oda bal felé lényegében a harmadik csatárnak. Ez valahol összevetve azzal, hogy tegnap mit focizott a Zsolti, én úgy látom, hogy kapott egyfajta szabad kezet, viszont nagyon oda tette magát, mert támadásból, védekezésben óriási mennyiségűt futott, és ezt kellene Szerdáján is kihasználni. Nem tudom, lehet, hogy Stork is nézte ezt a szerbek elleni meccset, amit Zsolti nagyon jól megoldott. Igen. Én amikor olvastam a tegnapi hozzászólásodat, illetve értékelésed a meccsen, igen, ott volt egy kulcsfontosságú dolog, hogy a szélső hátvédeink játékával mi lesz, hogyan fogjuk beilleszteni. És ilyen domino effektusként jönnek a többi kérdések, nagyon jó föltött kérdőjel volt a nyilatkozatodban, hogy ha nem oldjuk meg azt, hogy ki biztosítson a támadásokba, akár kontrákba, akár olyanokba, akik szemmel, olyan akcióknál, ahol szemmel láthatóan nem kontrák, hanem egy-egybe akció, és ott is duplázni kellene a védekezést, mert például a Müller nem olyan jó. Na, itt ez a kérdés, hogy felesleges munkát kap a Schäfer, még a főleg a Kalmár. Így van. Emlékezzünk rá a Hibala-féle csapatba, amikor a kis Conor volt, a Zsoltival akarták összepárosítani. És itt jön elő az, amikor azt mondjuk, hogy egy dudás, két dudás egy csárdába nem fér meg, ez valahol igaz. Ne legyen két Spielmacher, olyan szintű Spielmacher, akinek a támadása erőssége és a védekezés meg a gyengéje. Szóval a kis Conor se volt védekezésben annak idején olyan szinten,
mint például most nincs olyan szinten Balics. Szóval, hogyha rá akarnánk ezt a csapat mozgatását bízni valakire, én mindenféleképpen Kalmár Zsoltira bíznám rá, és akkor a Balics helyén egy olyan védekező, ha ezt a offenzív játékot játsszuk a két szélsővel, és akkor a Balics helyén alkalmaznék egy olyan játékost, aki nagyobb szinten védekezik. Pontosan itt rátekintünk arra a dologra, hogy igen, foci csapatjáték, csapatjáték abból a szempontból, amiről beszéltem elején, hogy mindenkinek a 100%-ot kell nyújtani, magából maximumot kihozni, viszont a focinak van egy olyan része is, hogy mindig lesznek individualitások, akikre, és ez itt nem lenézően mondom, a többi játékosnak akceptálni kell ezt a vezetőszerepet, és rá dolgozni. És ha Müller nézte a meccset, hogy milyen focista játszik előtte, akkor akceptálni kellene, hogy ott hátul olyan teljesítményt nyújtson, ami eddig nem sikerült neki, hogy a Schäfer meg a Kalmár nyugodtan csinálják azt, amivel a legjobbak, és borzasztóan jó formában vannak mind a kettő. Kár, hogy minden akciónál őnekik kell visszafutni. Így van, és azért tény is való, hogy offenzív futballt is lehet játszani ekkora a két szélsőbek nélkül. Tegnap láthattuk, hogy a két szélsőbek nélkül játszottunk egy olyan offenzív feltolt úgymond pressinget, a szerbek nem tudtak mit kezdeni, mert első félidővel kimondottan. Lezserek is voltak, az egy dolog, de nem tudtak azzal mit kezdeni, hogy aki a gólt rúgta, az a újonc, 31 éves, és akkor nyakába vette a pályát, hajtotta ott elő, és egyszerűen, amikor fölpasszolták volna a labdát, már jött egy olyan akár taktikai fault, vagy egy olyan kontakta labdáért, amivel a szerbek földre kerültek, rúgtak egy 40 vagy 50 méter félpályáról egy szabadrúgást, és akkor visszaállt védelem, és akkor szépen föl, és akkor gyertek. És nem tudtak a magyarokkal mit kezdeni. Szóval lehet két szélsőbek nélkül szép offenzív futballt is játszani. De kulcsfontosságú dolog, közép-hátvédcsorunk. Szohi vele. Hát biztos vagyok benne, hogy nőne a teljesítmény, vagyis hogy egy biztosabb lenne az a védelem, hogyha egy fölvennénk egy akár egy 4-4-2-es pozíciót, aha, és akkor talán Müller és Kuzsák se futkosna, és nem adna ellenfélnek gólpasszokat. Ez én szerintem a Storknak és a Antinak a feladata, hogy csináljanak ott vele valamit, akár hogyha személycsere, akkor személycsere, akár hogyha egy stratégiaváltás lenne a meccseken, nem tudom, nem lesz könnyű Nagy Mihályból, idő se lesz a megfelelő, most már jönnek a rossz idők, ami néhány játékosunknak azt hiszem, hogy egy kicsit nem passzol, szóval és utána jön a Slovan. Én azt gondolom, hogy nagyon rá kell készülni arra a Slovanra, hogy ne kapjunk ki, sőt, meg kellene verni a Slovant. Ez egy 6 pontos meccs lesz. Igen, előtte van még az a nehéz Nagy Mihály meccs. Még erre a közép-hátvédcsorra beszéltünk arról is, hogy oké, meg lesz a problémának egyik része, meg lesz oldva azzal, hogy a szélsők egy kicsit visszább jönnek, és jobban odafigyelnek, nem lesznek annyira fent. A másik dolog, amit észleltünk, hogy a Kruzsliaknál is, és a Müllernél is nagyon sok individuális hiba, ami nem abból kifolyólagos, hogy kontrák vannak. Most konkrétan arra beszélek, hogy egyik dolog individuális hibák, még a közép-hátvédcsor szervezése. Na most itt elején a Müller volt a szervező, aztán láttuk, hogy a Kruzsliak is. Ezt hogy megoldani? Mindenféleképpen kommunikációs hiba ez itt az egész. Én nem hallom őket beszélni, és ez a Kruzsiak és Müller, ez össze van párosítva. Ez én azt gondolom, hogy kvázi kellő gyorsaság. Hát persze, hogy játszanak gyorsabb játékosok a csatársorban, és akkor megfülünk egy kicsit. Az, hogy most egy kicsit hullámvölgybe került ez a két belső védőpárosunk, most
biztos vagyok benne, hogy az lenne a megoldás, hogy egy egyéniséget odahozni. De hogyha megvan, megvan a Beszkó, Kruzsliák, Mali és a abból, Müller, abból kell főzni. Ebből kell főzni, ami van. Szóval ez most már, én biztos, hogy személycserét alkalmaznák. Én feltétlenül személycserét, egy kicsit pihent ki magad, barátom, és akkor egy kicsit nyugodtabban lépne pályára az a játékos, akinek adok egy, mit tudom én, egy másfél meccs pihenés. Szóval én így oldanám az egészet, nem tudom, hogy az edzőnk hogy fogja oldani, edzőpárosunk, meglátjuk. Én arra számítok, hogy nem lesz kicserélve. Nem lesz Möller kicserélve, mert bizonyos rendszerváltozást csinál. Így van, így pontosan. A másik dolog, hogy én mindenféleképpen váltanák egy stratégiát, hogyha két szélsőbeket visszafognám, és akkor az a gyorsabb átmenet, és nem az a sok passzos támadásépítés, hanem a két, akár a Ramirez, akár a Gyivkovics gyorsaságát, de ott van Nicolescu, ugye, a gyorsaságát megpróbálni kihasználni, és a Kalmár Zsolti féle mélységből való fölpassz, és azokon a gyors játékosokon keresztül támadásokat vezetni, védekezésből gyorsabban átlendülni támadásból. Én ezt praktizálnám most, hogyha valami változást akarnánk, visszafogva a két szélsőbeket, és visszafogva a Balics és Schiffer védekező középpályás párosunkat. Igen, és én is ezt mondom, és kiindulok abból, amit tegnap láttam például, amikor felrakta a Schiffert, hogy gyorsasággal, mozékonysággal, játékolgatásával ezt a színvonalat is simán meg tudja játszani, és ő neki csak meccsek hiányoznak szerintem ahhoz, hogy hasonló volumenű játékos legyen a magyar válogatottban, mint Kalmár. Úgyhogy ha nemzetközi szinten ezt megmutatta, és tényleg 15-20 perc alatt öröm volt nézni Schiffert, És azt azért ne felejtsük el, hogy Jovicék ellen játszottak a Real Madridban. Tele van sztárokkal, úgyhogy ez azért... És egy Fortuna Liga, pontosan ez van, hogy a Fortuna Liga pont ezeket a játékosokat kellene előtérbe, és ezekre kellene játszani úgy, hogy a többi játékos, mérlegeljük azt, hogy fontos-e az, hogy a Davis felfusson annyira mindig, vagy jobb oldalon a Blackman, hogy a csársorozatokat lehet, de fókusz legyen az szerintem arra, hogy a Kalmár meg a Schiffer milyen kirobbanó formában vannak. Ezt ki kell használni. Így van, és hogyha összevetném én a két dolgot, a Schiffer Andrisnak a példáját, a Schiffer Andrisnak szerintem Rossi megmondta, hogy édes barátom, azért menjél föl most a szervek ellen, hogy szűrd meg, vezesd el, használd ki a gyorsaságod, szúrj oda. Uh-huh. Ezeket a dolgokat kaphatta, nem tudom Andrisnak, majd egyszer megkérdem tőle, hogy azért milyen instrukciókat kapott. Viszont a Dunaszerdai játék az teljesen más, az egy föltolt uh-huh. védelem, és akkor alkosson a Balics, Schiffer, Kalmár Zsolti, uh-huh. és ez teljesen más. Itt két fölfogásban van szerintem különbség, szóval itt is, ott is más feladata van Andrisnak. Igen, de másik oldalon, még ez nagyon jó dolog, hogy mi élőben látjuk, illetve a tévén keresztül látjuk azt, hogy egy másik felfogásnál mire képesek, és abból át lehet vinni valamit. A Rossi is átvihet valamit, ha úgy lesz, hogy idővel a Kalmár lesz egyik, a Szoboszlai mellett a második húzó vagy number two játékos, akkor biztos fog meríteni abból, hogy mit fog látni a Dac meccseken, de fordítva is ez Stork is meríthet abból, hogy mit csinál jól a válogatott meccseken a Kalmár. Így van, vagy akár Schiffer. Pontosan én is így látom, különben, ha még maradunk egy kicsit Schiffer Andrisnál, én szerintem azokat a feladatokat jobban teljesíti. Kevesebb hibaszázalékot teljesíti, mikor mélységbe focizik,
mikor mélységben focizik, vagy akár egy föltolt focia, és akkor meg kell szűrni ellenfélnek azokat a játékosokat, ki kell venni a játékból, akik talán kreatívak, vagy akár a spielmacherok, vagy akár szervező játékosok. Ezt Schäfer Andris maximális ki tudja venni, és ezt a szűrő szerepet, hogy szerel, tegnap is láthattuk, gyönyörűen szerelt, és akkor megkeresi azokat a játékosokat, például Kalmár Zsolti személyében, aki szervez, és ő akkor azt a feladatot végzi, amit rábíztak. Én például azt, amit most Rossi rábízott, mert meg vagyok győződve azzal, hogy úgy ment pályára, ahogy. Még egy megjegyzés, ha csak statisztikákat veszük figyelembe, akkor egyszerűen jó ránézni arra, hogy a két közép hátvéd és a védelemnél, ha lenyomjuk felére a statisztikailag a hiba százalékot, a nem kikényszerített hibák százalékát, akkor már jobb lesz, és könnyebb, és több tere lesz a Kalmárnak, vagy a Schäfernek szerintem, úgyhogy erre kell fókusz tenni a játékosoknak, és jó, oké, felejtsék el, mi volt. Ha ettől a mestől a Müller jól fog játszani, aláírom, de ami eddig volt, nehezítette a Kalmár és a Schäfer dolgát is, miközben a Ramirez is olyan formában van, és olyan labdákat szed le, hogy kár ezt elszalajtani. Mindenféleképpen erre kell gyúrni a Dunaszerdeinek, erre két belső védőre, amit mi már elég korán észrevettünk. Te mikor ott a stadionban talán őrjöntél, lefutottál. Alica, akkor elvisz. És igen, és hát gondolom más is észrevette, és ők is észrevették, hogy itt valami gond van, és erre gyúrni kell. Viszont én azt gondolom, és még összevetve a magyar válogatotta például a Dunaszerdeit, hogy csak a zsolnai meccset például, hogy ez a magyar válogatott ez ellen a szerbek ellen pszichailag annyira föl volt készülve, amennyire mi nem voltunk fölkészülve a Zsolna ellenére. Egy ilyen megjegyzés, Radványi Miki, Pornyi. Hát két dolog, ahogy látom én. Egyik edzőnek se tesz jót, ha túl sok a büntetlen, mert a három pontos rendszerné, tehát túl sok döntetlen játszol, akkor csúszol le. Nagyon fontos, hogy nyerjél is, mert ilyen a három pontos matematika, úgyhogy Pohoronyé a sok döntetlen miatt is ott volt lent. A másik dolog, én szerintem, ahogy azt az asszisztens néztem a mérkőzésükön hátra mögött, ahogy ott óvégatott, akkor előbb vagy utóbb előjött volna ez, hogy nem lesznek eredmények, akkor ő fogja. Nekem ez jön le, mert ha egy asszisztens a hátam mögött azt produkálta volna, mint a Mikinél, Miki nyugodt volna, én lecsaptam volna. Úgy azt játszotta, hogy ő a főedző. Viszont még egy harmadik dolog, amit még hozzátehetek, hogy bármelyik edzőnek nagyon nehéz ezekben a csapatokban, amelyek nincsenek összerakva úgy, mint most a Szerdai, mert kopogjuk le, de vannak problémák nálunk is. Mi egy klub vagyunk, mi egy csapat vagyunk, ahol működnek a alapvető dolgok. De te edzőnek kell lenned olyan csapatban, ahol a alapvető dolgok nem működnek, fejreállsz akkor is. És lehet, hogy a Mourinho-nak is gondja lenne egy Pohoronyéval. Hát én úgy látom, igen, hogy a maximálisan Mikinek köszönhető volt az a 2-1 a Szlovan ellen most, talán meg nekünk is, ahogy megnehezítette a dolgunkat, hogy ez a Mikinek a tevékenysége volt ugye a tűz, de ez bizonyos szintig lehet, hogyha nincs kvalita, akkor egy bizonyos szintig lehet, aztán már nem, de én szerintem ez Miki belátta most, és hát, ha nem hoznak játékost, akivel lehet dolgozni, akkor tényleg mehet oda Mourinho, vagy Ancelotti, vagy akárki. Én egyszer játszottam például Miki ellenőben, volt egy akkora fajta akarat egy csapatban, itt játszottunk, és 8-3-ra kikaptunk ellenük, a nagy dac ellen, Simon Gyuszi, és akkor velük játszott még a szlovanista Csernyil, és hát a Miki, hogyha azt a akaratot néhány játékosára át tudná csak a felét vinni, ami talán lehetetlen a mai játékosokra, mint amit ő mutatott a pályán, amilyen akarattal focizott a Miki, akkor hát ez a Pohoronyé is egy két, talán 30%-kal jobb lenne. Hát igen, én is.
ismerem a múltját is, még megismertem személyesen is őt. Rengeteget beszélgettünk baráti alapon is, még professzionális alapon is a fociról. Mondta nekem, hogy ez a fejelés, az nem az, hogy most valaki tehetséges, hanem naponta 500 ezer fejelt a falnak. És abból meg a felugrások, ez napi 1000-2000 felugrás volt, és abból fociztam is vele, ő 40 fölött is olyan erő volt a kezébe, és nem lehetett úgy takarta a labdát, hogy a mai játékosokból, még a mi jó játékosainkból, a kezdő 11-ből sokan nem tudják ezt fedezni a labdát, ahogy ő tudta fedezni a labdát. Hát igen, ez van. Szóval egy kicsit, hát nem kicsit, de van némi különbség a 20-30 éve focizott játékosok között, mint a mai játékosok között. És hát sajnos aztán ilyen edzők, akik annó kikerülnek, ilyen poronyékek. Én amikinek kívánok egy olyan csapatot, akivel egy középosztályt simán megfocizik, és akivel tud alkotni. Egy edzőnek a visszajelzés az, hogyha oda megy egy csapathoz, és tud változtatni rajta, tud hozzátenni a teljesítményéhez. Hát persze, hogy elveszi a kedvét, én nem csodálkozok, hogy Miki ott hatta az egészet úgy, ahogy van. Közös megegyezés. Itt átcsillant a Facebookon, és elég masszív a ifjabb Patrikes fejszről. Hát ezek tényleg egy kicsit el vannak szállva, ezek a fővárosi gangsterok, szóval szerintem a kis Motrik is, meg a Weiss isnek voltak már itt olyan megnyilvánulásai, főleg a kis Weissnek, hogy nem tudta, hogy hány kilós. Én szerintem még nem akkora futballista ő, hogy itt ilyen dolgokat csinálja meg. Hát én szerintem egy futballistának úgy kellene viselkedni, ahogy sport etika megkívánja, szóval. Lehet vagánykodni, de hát ma már tényleg levideóznak, aztán rajtad rög a egész mindenség. Nagyon örülök, hogy a mi vezetőségünk, szóval abszolút úgy viselkedik, olyan gráciával és úri emberességet látni a viselkedésben, lehet kritizálni a döntésüket, de azért visszük ezt a Weiss-Misi vonalt, meg szóval visznek, nem tudom milyen vonalt visznek, az a 90-es évek maffia vonala, ami a tribünen ült nekik, a mindent lehet stílusban. Örülök, hogy szerdái vagyok és dacurkolom. És azt kiabáljuk, hogy? Hajrádat! Hajrádat!